Így néz ki egy szerda a piacon. Minden standnál nagy a forgalom még 9 órakor is. A sárgarépát az átlaghoz képest dupla áron, kilogrammonként 500-550 forintért árulják, de a zöldségszál is jóval drágább a megszokottnál, szálanként 100-150 forint. Káposztaféle pedig alig kapható a piacon, kelkáposztát például csak ezen a standon találtunk, kilogrammját 400 forintért. Legfőképpen arra vezethető vissza, hogy a zöldségféléket az igazából hát február-márciusban kellene elvetni. Februárban még akkor sok eső esett, márciusban leesett a hó, meg voltak a mínuszok, és később lehetett csak veteményelni. Akkor bejöttek a nagy melegek, szárazság volt, és sok mindenkinek nem keltek ki. Ez a legfőképp gond vele. Aki nem tudja mikroszórófejjel vagy csepegtetőrendszerrel öntözni, azoknak nem igazán jöttek be. A paprika paradicsom még átlagárban van. A lecsó szezon majd augusztusban indul, akkor lehet olcsó paprikára számítani. A paradicsomnak kilogramja átlagban 350 forint. A paprika ára mérettől és fajtától függően 200-250 forint körül kezdődik. Van olyan őstermelő, aki tavaly több mint 100 forinttal drágában tudott árulni. Sokkal olcsóbb, mint tavaly volt. Most, hát nem tudom, ez mitől függ. Szerintem a vásárlóktól nincs pénz élelmiszerre olyan sok, és az olcsóbb árut jobban keresik. István Andrásné is hasonlóan gondolja. Azt mondta, az árut lassan könnyebb megtermelni, mint eladni. Az őstandjánál kukoricát lehet vásárolni, 70-80 forintért darabját, de a többi asztalnál is hasonlóak az árak. A tavaszi indulástól 150-nel kezdtük, most 80 forint már egy hete, de nem emelkedtek az árak, de viszont a vetőmag, meg minden más tényező, a megművelés, meg minden magasabbba kerül, úgyhogy nem vagyunk annyira elragadtatva, hogy olyan nagyon jó áron tudunk árulni. De hát azt is be kell látni, hogy sok ember nem teheti meg, hogy mit tudom én 150 meg 100 forinttal egyet-kettőt vesznek, de ha olcsóbb, akkor többet tudunk eladni. A gyümölcsök áránál is változatos a helyzet, de sárga barackot például nem találni 500 forint alatt, pedig ennek átlagára eddig 400 forint volt kilogrammonként. Sárga barack, ami drágának számít az átlagokhoz képest, meg kevés termett az időnek köszönhetőleg, hogy a be nem tervezett időjárásnak köszönhetőleg, így annak lett egy kicsit drága az ára, 500-tól 900-ig per kilogrammja nagyságától és szépségétől függően. A burgonya is drágább, mint tavaly, a szárazság a krumplira sem volt jó hatással, a korábbi 100 forint helyett most 150 forintért árulják. Ennél az árnál viszont nem lesz változás, a kevés termés miatt a magas ár végig marad majd, de így is megvásárolják a burgonyát Babic Istvánéknál. Meg, mert tudják, hogy mit vesznek. Tudják, hogy mit vesznek, mert mi termelők vagyunk, és mi lóval dolgozunk minden, nem gyomírtózunk, úgyhogy már tudják, amit visznek, azzal meg vannak elégedve a minőséggel. Úgyhogy. Az árusok egész héten várják a vásárlókat, de a kifejezett piacnapok szerdán, pénteken és szombatonként vannak.